Sziasztok! Jeletta vagyok, a palettamániás. Üdvözöllek titeket itt a csatornámon. Azon szerencsés szerencsétlenek közé tartozom, akik a karácsonyi időszakot betegeskedve töltötték, úgyhogy ez az oka az egy hónap kimaradásnak. Nagyon sok videó volt betervezve és felirogatva nekem, de hát ezeket el kellett halasztanom. Viszont mielőtt bepótolnám őket, boldog új évet! És hát itt a 2024-es évünk, ami egy dolgot jelent, hogy elsőbséget élvez a tavalyi év kedvencei videó, úgyhogy ezt hoztam el nektek idén elsőként. Összeszedtem nektek egy kosárnyi sminkterméket, amik a kedvenceim voltak tavaly, és amiket a leggyakrabban használtam, így hétköznapokat, mivel videózni nem sokat videóztam, úgyhogy itt leginkább az ilyen hétköznapi kedvenceim lesznek, amiket úgy a egyszerűbb sminkjeimnél használtam. Ha ez érdekel titeket, akkor tartsatok velem ez alkalommal is. Nem ez az első, hanem már szerintem a harmadik ilyen kedvences videó, és visszatérő darabok is lesznek, ugyanis vannak bizonyos termékek, amikhez nagyon hűségesen ragaszkodom, és nagyon gyakran használom őket azóta is, amióta megvannak, úgyhogy lesznek itt olyan dolgok, amikkel nem lesztek túlzottan meglepődve. Általában úgy szoktam mutatni a termékeket, ahogy én sminkelek, vagyis szemhéjbázissal szoktam kezdeni, viszont vannak itt paletták is, úgyhogy arra gondoltam, hogy azokat hagyom a végére, és úgy fogom mutatni a termékeket, ahogy egy átlag ember sminkelne, vagyis hogy az alapozással fogunk kezdeni, mivel még mindig nem használok primereket. Vagyis, de van egy primerem, egy ilyen sprays, mutatom, hogy milyen primerem van. Ez a NYX-es First Base. Használtam, de bevallom, én nem veszek észre olyan túlzottan nagy különbséget a között, hogy ezt használom vagy nem használom, úgyhogy még mindig a primermentes időszakomat élem, és nem tudom, hogy valaha lesz olyan, hogy megszeretem őket, minden esetre akkor az alapozó lenne az első. Hát ez nem lesz meglepő. Amióta van kedvences videó a csatornám, mármint ilyen éves összegzős kedvences videó, azóta az alapozó konkrétan mindig ugyanaz, a The Balm Antidotes alapozója, amit újra vásároltam, mert elhasználtam belőle már egy kis tégelje, és a méretéhez képest, ami igencsak aprócska, meglepően sok van benne, és meglepően sokáig tudom használni, mivel én nem szoktam vastag rétegbe fölvinni. Az a nagy különlegesége, hogy hivatalosan korrektorként árusítják, viszont nekem tökéletesen működik alapozóként. Annyira, hogy az összes tényleges alapozót, ami a birtokomban van, eddig lepipálta, és emiatt is ő a kedvenc. Viszont a korrektor az újdonság lesz így a tavalyi évekhez képest, ugyanis nagyon belopta magát a szívembe a Catrice-nek a Cover Care vonalából, remélem jól mondom, a Sensitive korrektor, amiben nincs parfüm és semmilyen illatanyag, és azt tudhatjátok rólam, hogy én utálom a parfümözött alapozókat, korrektorokat és egyéb ilyen termékeket, amiket így a szemem környékére viszek fel, mert nagyon könnyedzik tőle. És mindemellett, hogy nincs benne illatanyag, borzasztóan jól viselkedik a bőrömmel, jó valamilyen szinten beült a szemem alatti ráncokba, de még nem találkoztam olyan korrektorral életem folyamán, ami egyáltalán ne ült volna be, úgyhogy ez nekem most így a kedvenc korrektor szinten. Bár azt is hozzátenném, hogy így hétköznap sem alapozót, sem korrektort nem szoktam gyakorisággal viselni, csak ritkán kerül elő, viszont ha előkerül, akkor a leggyakrabban ez került elő, és azért kettő, miért bárki megkérdezni, mert a világosabbik, ami a 001 neutrális, az túl világos nekem, a 002 az meg túl sötét, úgyhogy ennek a kettőnek a kutyómányát szoktam használni, és a kézfejemre szoktam kikenni, és onnan ecsettel viszem fel, majd a dolgozom el. Igen, túlmagyaráztam. Mint mindent, ezt is túlmagyaráztam. És hogyha megvan a korrektorozás, akkor a puderezés következik. Nem lesz meglepő. Rival Loves Me Marshmallow HD Puder, vagyis a májva cukros, illatú, fehér, transzponens puder. Még mindig nagyon szeretem, és még mindig nagyon szívesen veszem elő és használom, és szerintem a tavaszi glamour napok alkalmával újra fogom vásárolni, mert már nagyon fogyóban van, és szeretném, hogy legyen még, és remélem időközben nem voltál ki a forgalomból, mert nem voltam mostanában drogériákban, és nem nagyon néztem, hogy kapható-e még, de ha igen, remélem, hogy igen, akkor újra fogom venni mindenképpen.
Kiszorós fúder kategóriából pedig meglepő lesz, de a leggyakrabban az iHeart Revolution-nek a Coconut Baking Powder, ezt használtam. Egy viszonylag fehér, transzparens púderről van szó, de azért van egy minimális bőr színe neki, és hogyha nem használok alapozót, akkor ez a púder egy pici fedést biztosít, és egységesíti egy kicsit a színét az arcomnak, a nyakamhoz. Ugyanis nekem az arcbőröm az rózsaszínesebb, mint a nyakamnak a bőre. Szerintem nagyon-nagyon jól működik normál esetben az arc krémemre, illetve fényvédőre felvéve, úgyhogy ezért is használtam nagyon sokat hétköznaponként. Következő kategóriánk a bronzosító és kontúr lesz. Nem szoktam külön bronzosítani és kontúrozni, ezért vagy kontúrterméket viszek föl, vagy bronzosító terméket, és általában ugyanazokra a részekre, szóval ilyen szempontból nem vagyok túlzottan profi, meg amúgy sem vagyok túlzottan profi, ilyen kis hobbisminkelős vagyok. Bronzosító kategóriából még mindig a Coconut Beach Colourpopos bronzosító a kedvencem, aminek a tökéletes falfehér arcbőrre való árnyalata van, és hogyha nektek is hasonlóképpen világos bőrötök van, akkor ez az árnyalat nagyon-nagyon szuper. Utána néztem, még mindig kapható, viszont megváltoztatta a márka a terméknek a csomagolását, úgyhogy már nem ilyen formátumban lehet vásárolni, hanem egy áttetsző fedővel érkezik. És ez is egy olyan dolog lesz, hogyha valaha életemben sikerül elhasználnom, akkor ezt mindenképpen újra fogom venni ilyen hidegebb, kontúrosabb dologból. Az Essence-nek a kontúrpalettáját szeretem nagyon. Ebből is ugye a sötétebbik árnyalatot, természetesen. Egyébként ez a Lighter Skin 10-es, mert hogy ebből van egy sötétebb, ha jól tudom, a 20-as medium skin, vagy darker skin, tök mindegy, ez a világosabb árnyalat, az a lényeg. Nagyon szeretem, és az elmúlt évben ez, illetve ő volt az, amit így hétköznaponta gyakran előhúztam, és kicsit árnyékoltam vele az arcomat, úgyhogy őket szerettem volna ebben a kategóriában megmutatni. Pirosítás következik. Itt három terméket hoztam nektek. A három leggyakrabban használt terméket, természetesen, mert hogy ezen a videónak a lényege, jól van lett. Ugyancsak Colourpop-tól a szívecskés pirosítók közül a Kiss and Tell árnyalat az, ami gyakran előkerült. Egyetlen probléma, hogy nehéz kinyitni, bár annyit nyitogattam már, hogy viszonylag már egy kicsit elengedte ez a rész, és már annyira nem kell vele szenvedni. Erről a barackos, természetesebb árnyalatról lenne szó, ami az én bőrszínemmel nagyon jól működik. Aztán ez is barackos, de kicsit világosabb jellegű azokhoz a sminkekhez, amihez épp hogy egy pici pirosítást szerettem volna használni. Ez az Elf-től az Always Cheeky árnyalatú matt pirosító, és egyébként az előző is matt volt, mert hogy én a matt pirosítókért vagyok oda. A harmadik pedig az ugyancsak semmilyennek tűnő Ofra róz árnyalatú pirosítója, ami viszont kicsit rózsaszínesebb, bár ennek is van egy alap barna tónusa, viszont ez egy rózsaszínes árnyalat, és ez az az aduász pirosító, ami szerintem minden sminkhez jól működik, legalábbis világos arcbőrhöz, mert hogy én a világos arcbőrűek nevében tudok csak ugyebár beszélni. Mindenesetre nagyon szeretem, és ebbe is van egy terjedelmes mélyedés, amit szerintem nem fogtok látni, de higgyetek nekem, hogy sokat használtam őt is. Highlighterezés következik, és hát highlighterből konkrétan egy palettát vettem elő. Ugyanis a BH Cosmeticnek az Aspen palettájának ezt a fehér árnyalatát, ezt imádom. Annyira brutálisan fehér. Mindjárt kiszvacsolom és megmutatom, hogy mire gondolok. Nagyon szeretem hétköznapra a fekete-fehér, illetve ezüsttel kombinált sminkeket használni, és azokhoz a sminkjeimhez fehér highlightereket szoktam felvinni az arcomra, a belső szemzugomba és a szemöldökömhöz, és hát ez a perfekt, tökéletes, erőteljes, űrből is látható fehér highlighter, ami ebbe a palettába van benne. Plusz a palettának a többi árnyalatát is szeretem. Ezt a lilát használtam még nagyon sokszor a tavalyi év folyamán, úgyhogy ezt is kiszvacsolom mellé. Ez pedig egy ilyen hidegebb lila, rózsaszínes duokrom átmenettel, úgyhogy ez a kettő, ami gyakran előkerül. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni highlighter kategóriába, ami hivatalosan nem a highlighter, hanem egy monoszemhéj púder, a Colourpop Super Shock Shadow közül a Tassel árnyalat. Viszont én előszeretettel használtam
highlighterként, mert ennek is egy ilyen brutálisan király fehér színe van, mint a korábban mutatott palettában lévőnek. Viszont ez egy kicsit homogénebb, kevésbé feltűnő. Értitek, hogy mire gondolok, a másikhoz képest ez viszonylag visszafogottabb. Egyébként szemhéjpúderként is nagyon sokat használtam, de highlighterként többször előkerült nálam, úgyhogy mondhatni bele kalkuláltam így a highlighter kategóriába. Mondjuk következzen a szemöldök termékcsoport, amiből két pomádét hoztam így nektek megmutatásra. Nagyon sokat használtam az Anastasia Beverly Hills The Brown pomédet, ami tudjátok, az a nagyon-nagyon híres szemöldök pomádé, és mindenki nagyon oda van érte, hogy ez mennyire hú meg há, és egyébként tényleg nem rossz, azt úgy nekem is el kell ismernem, viszont én azért használtam nagyon sokszor tavaly, hogy mielőtt rám romolna és beszáradna, azért használgassam a terméket, mert hogy nem egy mai darabról van szó, és hát azért úgy adtam neki rendesen, és még fogok is, amíg be nem szárad, mert hogy igen, nem olcsó a cucc, de nem fogom újra vásárolni, mert hogy én találtam ennek egy tökéletes kis dúpot, a Shein Glam márkától, ami ugye a Shein kínai rendelős weboldalnak a saját márkás termékcsoportja, és innen a Ebony árnyalat, az tökéletesen hasonlít az Anastasia Ebony árnyalatra, úgyhogy innen is érezhető a kis kopika, meg dúp alarm, és mutatom nektek, szerintem kikenem egymás mellé a kettőt, ezt még olyan nagyon sokszor nem használtam, mert nemrég érkezett meg hozzám, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez ténylegesen tudja ugyanazt, mint az Anastasia, és filérekkel olcsóbb, úgyhogy senkinek nem javaslom, hogy ezt a drága szemöldök pomádét vásároljam meg. Kikenem egymás mellé a kettőt. Ez itt, ami kicsit barnásabbnak tűnik a kijelzőn keresztül, ez az Anastasia Ebony árnyalata, ez pedig itt a Shein Glamnek az Ebony árnyalata, ami pedig kicsit szürkésebbnek, feketésebbnek tűnik, ami számomra azért nagyon ideális, mert feketére van festve a hajam, és sokkal jobban szeretem emiatt ezt a szürkésebb, feketésebb árnyalatot a szemöldökömön, úgyhogy nekem ez a Shein Glam eddig teli találat, és egyébként vízálló, szóval, hogyha megszárad, akkor nem lehet eldörzsölni, és nem jön le csak ugyanabb folyamán, úgyhogy tartósággal is meg vagyok elégedve. Most is ez van a szemöldökömön, úgyhogy láthatjátok, hogy az elejét azt így szépen el lehet satírozgatni, és akkor nem olyan brutál, sötét az egész történet, úgyhogy javaslom, hogy nézzetek körül a sígelmes szemöldök pomádék között. Mielőtt rátérnénk a szem termékcsoport kategóriánkra, legyen három ajak termék, négy ajak termék. Hát nem sok rúgt használtam tavaly, leginkább ajakbalzsamot, szájfényt és egyéb ilyen átlátszó dolgokat vittem fel, mert hogy én elég erőteljes szemsminkeket szoktam készíteni hétköznaponta is, és hát a erőteljes szemsminkeimhez nem akartam még pluszba, tudjátok, durva ajakokat csinálni, hanem akkor már inkább egy szolid nude szájat készítettem el, és akkor a szemsminkem vitte a prímet. Viszont, hogyha koncertekre mentem, akkor fekete rúst kentem föl. Egyetlen fekete rúzsom van, ami folyékony jelenleg a kollekciómban, plusz egyet még várok Amerikából, de az majd a jövő zenéje, Black Friday alatt rendeltem, és még mindig nem jött meg, úgyhogy remélhetőleg egyszer majd megérkezik hozzám az a csomag. Addig is minden esetre a Jeffree Star-tól ezt az árnyalatot használtam, kiírom majd a képernyő aljára, mert kimondani nem tudom. Nem rossz, bár hozzátenném, hogy nem száradt teljesen motra, és amikor ettem, akkor lejött. És én azt szeretem ezekbe a úgymond matmat rúzsokba, hogy teljes mértékig megszáradnak, viszont a Jeffree-sek nem. Emiatt kényelmesebb viselet, azt alá kell írnom, és mondjuk az is van ráír, hogy velour liquid lipstick, szóval nem ígér matt hatást, viszont én jobban preferálom a matt rúzsokat, emiatt sem vált teljes mértékig a kedvenc fekete rúzsom. Már nekem korábban megvolt a Lime Crime-tól a Black Velvet árnyalat, tudjátok, a fekete, azt sokkal jobban szerettem. El fogom használgatni, vagy legalábbis fogom ezt most így használgatni, meg mint említettem, várok még egy fekete rúst,
elárulom, a Black Moon Cosmetic-től rendeltem, és nekem abban van minden reményem, hogy az majd jobb lesz, mint ez a Jeffrey, de azért ezt is szerettem volna megemlíteni, mert sokat használtam. Így videóimban is, amikor YouTube videót készítettem, fekete rúzsként ezt viseltem, illetve mondom, amikor voltam koncerteken, akkor is felkentem. Hétköznaponta pedig a leggyakrabban a Catrice-nek ezt a ajakbalzsamos szájfényét vittem fel a Lip Jam-ből. Hidratáló Lip Gloss néven futó, 0,40-es I Like You Very Much, vagyis hogy ez a bogyós gyümölcsös dolog, és nekem eltört a kupakja, annyit csavargattam és használtam, úgyhogy most egy fekete szigetelő szalag van rajta, de még mindig működik, és még mindig van benne, úgyhogy nem akarom kidobni, hanem kipréselem belőle az utolsó cseppet is, de elég kis csöves megoldás minden esetre. Jó, az így is működik. Aztán még mindenképp meg szeretném említeni az Essence-nek a Juicy Blonde szájfényeit, amik régóta kedvenceim. Sosem voltam nagy szájfényes, nem vagyok oda a nagyon ragacsos ajkakért, viszont hogyha fel van kötve a hajam, és nem lóg bele az arcomba, és nem lesz olyan a szájfénytől. Tudjátok, biztos ismertek azt az érzést, hogy a szél belefújja a hajatokat a szátokba, és a szájfény miatt beleragad az egész, úgyhogy én szájfényt szigorúan akkor viselek, hogyha össze van kötve a hajam, akkor viszont nagyon kedvelem ezt a kettőt. Az egyik a 01-es pitaja, a másik pedig a rágógumi, a 105-ös. A pitajás az, hát nem tudom, hogy ki kenjem-e, mert nem sok minden látszik, minden esetre megpróbálom megmutatni. Ez egy ilyen teljesen átlátszó dolog, van benne némi csillámka, de leginkább átlátszó, mint csillámos, és kb. Annyit látok belőle, hogy egy fénye van az egésznek. A másik az kicsit különlegesebb, és brutálisan jó cukorka illata van. És engem azokkal a termékekkel, amiknek cukorka illata van, mint Rival Loves Me Marshmallow Puder, kilóra meg lehet venni, úgyhogy ez is ezért lett nálam nagy kedvenc. Viszont van egy minimális, egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon minimális lila effektusa, de ez is inkább átlátszó, mint lila. Csak a csomagolásába tűnik annak, de kikenve láthatjátok, hogy maximum egy kis csillámot látok, ami lila összességében nem sokban különbözik a pitajástól. Úgyhogy az ilyen eszences szájfényeknél nem igazán kell tartanotok attól, hogy mondjuk a csomagolásában lila, mert a szátokon fúra nem lesz az, viszont nagyon jó illatuk van. És most térhetünk rá a szemtermékekre. Szemhéjbázisok következnek, amikből az év háromnegyede során a NYX HD, vagyis hogy ezt a fekete csomagolású szemhéjbázisát használtam. Ilyen nódos dologról van szó, és nekem nagyon jól működött és tartós volt a szemhéjamon. Viszont aztán ráleltem erre a siklemes szemhéjbázisra, és azóta ez nálam akkora brutális szerelem, hogy még lenyomta a NYX-eset is. Tavaly a kedvencem az Urban Decay Primer Potion volt, de az a nagy helyzet, hogy ez a siklem az annyira jól működik, és annyira olcsó, hogy nem fogom újra venni az Urban Decay-t, mert nekem teljes mértékig szerelem lett ez a bázis, és szerintem rosszul mutattam, de hogy róla lenne szó. Ez a sima egyszerű szemhéjbázis. Bár egyébként két fajta bázis van a weboldalon, legalábbis amikor utoljára néztem, akkor volt egy kék csomagolású, ami inkább hidratáló, és volt ez a nude csomagolású, ami pedig az úgymond origi szemhéjbázisa a márkának, és nekem ez az, ami megvan, és használom, és bejött, úgyhogy javaslom, hogy egy ilyet is szerezzetek be egy kipróbálgatásra a szemöldök pomádén kívül, hogyha a síglemtől vásároltok, mert ez is nagyon jó, és nagyon-nagyon megéri az árát. Aztán, hogyha már síglem, van itt egy-két szem, ceruza, amik nagyon belopták magukat a szívembe, méghozzá ez a kettő. Egyrészt van egy brutális fekete, ami tényleg fekete, és eddig nekem az Eligirl-től a kicsavaró fekete szemceruza volt a szemceruza, viszont ez a síglem szerintem tudja azt, mint az Eligirl, és most így idehoztam ezt is, hogy kiszvacsoljam egyiket a másik mellé, és összetudjátok hasonlítani. Talán még az Eligirl mindig egy kicsit feketébb, viszont ez áll hozzá a legközelebb, és árérték arányba plusz könnyű rendelhetőség miatt, ugyanis az Eligirl az Magyarországon nem a legkönnyebben beszerezhető márka. Szerintem nem fogom újra venni az Eligirlt, hanem átváltok erre a síglemes szemceruzára, mert majdhogy nem tudja ugyanazt, és
tartóságra is tök jól működik, úgyhogy piros pont neki. A másik a síglemnek a multichrome szemceruzái, és abból a kedvencemet hoztam nektek, a Zeint árnyalatot. De egyébként nekem három van jelenleg, és még úton van hozzá másik három árnyalat, mert azóta már adtak ki új árnyalatokat, és nekem azt is muszáj volt megrendelnem, mert annyira szeretem ezeket a ceruzákat, és nagyon sokat hordtam őket a hétköznapi sminkjeim feldobása érdekében. Így forgatom a kezem, szerintem nagyjából átjön, hogy ilyen türkis zöldes kékből átmegy lilába, ilyen lilás rózsaszínba, és ez a szemhéjon brutál jól néz ki. Nagyon sokszor olyan szemsminket készítettem, hogy ilyen kis cafatkákat rajzoltam, mint amit itt is láthattok, és azzal plusz a vízvonalamra is felvittem, és egy kicsit így más dimenzióba emeltem a sminkjeimet, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem ezeket a multichrome szemcerkákat, és hát minthogy síglemes termék, ez is egy olcsó árkategóriába esik így a minőségéhez képest, úgyhogy ezt is javaslom a márkától. Kimaradt még ez síglemes. Hú, hát ez egy szemceruza végül is, bár belső szemzugba írják ilyen highlighterként, én a vízvonalamra is ugyanúgy használtam, és ugyancsak ilyen fehéres fénye van, mint amit mutattam highlighterbe, hogy nagyon szeretek. Még van itt három, ami nem síglem. Van itt Colourpop-os, az ezüst színű, itt láthatjátok, illetve ezüstből még az Essence-eset is sokat használtam. Érdekes, mert mind a kettő ezüst, viszont az Essence-es az világosabb, míg a Colourpop-os szürkésebb. Ez lenne az Essence-es, akkor ez a Colourpop. És én mind a kettőt nagyon szeretem, és mind a kettőt használom, javaslom, ajánlom nektek. Ugye az Essence az könnyebben elérhető. Fehérből pedig a NYX-es szerintem a legjobb, legalábbis amit eddig próbáltam, a NYX-es vált be nekem a legjobban, mert ez ténylegesen olyan fehér-fehér, és az alsó vízvonalamra nagyon-nagyon szeretem, mert kicsit így megnagyobbítja a szememet, és tudjátok, ilyen animés mangás tekintetet lehet vele készíteni, és hát igen, ez ténylegesen fehér. Most átérhetünk a szemhéjtusokra, amiből kettőt hoztam, mind a kettő NYX-es, mert hogy árértékarányban szerintem ezek érik meg a legjobban. Egyrészt, hogyha filceset szeretnétek, akkor a verhetetlen Epic Incliner, ami tényleg olyan jó, mint amilyet így mondanak róla, amit mondanak róla, és én is nagyon szeretem, nagyon precíz vonalakat lehet vele húzni, és vékonyabb, vastagabb tusvonalakra is alkalmas. Láthatjátok, hogy próbáltam egy kis kaligráfú valamit oda kreálni a kézfejembe. Viszont ha tartós szemhéjtus szeretnétek, ami ténylegesen lerobban hatatlan a szemhéjatokra, és egész nap ugyanolyan bombabiztos lesz, akkor én nem az Epic Incliner-t javaslom, mert nekem ez nem volt olyan tartós, bár azt is hozzátenném, hogy nekem ilyen rejtett szemhéjem van, és emiatt sokkal inkább begyűrődnek a szemhéjfestékek, és a szemhéjtusok is kevésbé tartósak. Viszont az Epic Wear, igen, Epic Wear szemhéjtus a NYX-nek, ezt használtam a leggyakrabban a hétköznapra, és már újra is vettem, mert már tényleg csak az alján van egy kicsi, de hogy ez brutál fekete, nem csíkoz, nagyon szépen lehet vele dolgozni. Annyi, hogy nem olyan precíz az ecsetes kialakítása vége, mint a filces. Én legalábbis ezzel nem tudok olyan nagyon durván precíz vonalat húzni, mint a másikkal, viszont megtanulható bánni vele, és a tartósága miatt javaslom, itt lenne ő az Epic Wear, ugye az Epic Incliner mellett. És a legutolsó, mielőtt rátérnénk a szemhéjpúder palettákra, az a szempilla spirál kategória, amiből egyetlen spirált használtam, kb. Majdnem az év folyamán, a Lovely-nak a Pump Up szempilla spirálát, ami úgymond nem túl meglepő, mert évek óta ez a kedvenc szempilla spirálom, viszont átváltottam azóta a vízálló verziójára, mert nekem a sima az napfehérre elkenődött, és a szemem alja az teljesen fekete lett. Amióta átváltottam a kékcsomagolású vízálló verziójára a Pump Up spirálnak, azóta nap végén is pontosan ugyanúgy néznek ki a szempilláim, mint nap elején, amikor felviszem a spirált, úgyhogy nagyon jó cucc,
javaslom, és remélem még mindig kapható, mert mint említettem, nem jártam mostanában a drogériába, de ez egy újravevős termék részemről. Egyébként a feje, ha nem ismernétek a pump-up spiráloknak a keféjét, az ilyen szilikonsörtés, egy fél borka, és nagyon szépen ívelt szempillákat lehet vele készíteni, és hosszabbítani, és hosszabbít, úgyhogy emiatt nekem ez a kedvenc szempilla fejem, illetve formulám is. Igen. És most jönnek a paletták, amiből, ha hiszitek, ha nem, idén sikerült kettőre leszűkítenem a kört, ami tekintve, hogy palettamániás vagyok, és nagyon-nagyon sok szemfé puder palettám van, annak ellenére, hogy már a palettáim felét kb. Kiszelektáltam, és már jóval kevesebb van a birtokomban, mint régen. Annak ellenére még mindig nagyon sok palettát használok felváltva. Viszont az a kettő, ami a tavalyi év folyamán leggyakrabban került elő, és a leginkább forgattam, az egyrészt a Jeffree Star márkától a Cremated volt, ami egy tökéletes hétköznapi paletta számomra, ugyanis a leggyakrabban fekete-fehér monokrom sminkeket készítek, és hát ez a paletta leginkább ilyen hideg tónusú árnyalatokat tartalmaz. Vannak benne barnák is, na azokat én nem kifejezetten használtam, viszont a benne található szürkés, feketés árnyalatok, mint hogy az ott, az a kedvencem egyébként, és swatcholok is nektek egy-kettőt. A halál angyala, magyarul lefordítva legalábbis, ez a fekete csillámos árnyalat. Hát ez nekem az egyik legnagyobb, sőt, a legnagyobb kedvencem az egész palettából. Ez valami fenomenálisan gyönyörű. Szoktam csinálni, hogy ezt viszem fel a fekete szemhéjtusomra, és egy kicsit ilyen metálosabb dimenzióban repítem vele a sminkemet. Másik, amit nagyon szeretek, ez a halottas kocsi mintázatú, ilyen ezüstös. Hát inkább szürke, mint ezüst, de tagadhatatlanul metálfénye van neki, bár én látok benne egy minimális barnát is, ettől függetlenül nagyon kedvelem. Az utolsó pedig, ami gyakran felkerült a szemhéjemre, plusz az arcomra is highlighterként, az a Diamond árnyalat, gyönyörűséges fehér szín. Hát igen, mondhatni ez a leggyakrabban viselt árnyalat az én olvasatomban, mint arcomban, mint a szememben. Úgyhogy igen, ez a három a top árnyalat ebből a palettából. Plusz a matt fekete, azt is nagyon sokat használtam, csak matt árnyalatokat. A nedves ujjaim miatt nem tudok swatcholni, úgyhogy csak a fényeseket kenem ki, de a matt feketét, illetve a matt fehéret is előszeretettel viseltem. És a mai videónk utolsó delikvense az a paletta, amivel rajtam látható smink is készült, bár arról nem készítettem videót, viszont szerintem elég jól sikerült, maradjunk annyiba. Ez a Beauty Bay-től, a magyarul talán metamorfózis, ez lenne a legideálisabb fordítás, javítsatok ki a tévedek, ezekben sosem vagyok olyan nagyon jó, viszont ez a paletta, ez 10-ből 10. Szerintem ez valami brutálisan gyönyörű, csak mivel a két oldalán tükör van, nem tudom, hogy mutassam, hogy ne égessem ki a retinátokat, de megpróbálom így a Jeffree-s palettával letakarni, és akkor talán sikerül megmutatni, hogy milyen gyönyörűséges színek vannak benne. Róla lenne szó. Tökéletesen hideg árnyalatokat tartalmaz, leginkább lilákat, kékeket, némi türkiz behajlással, és nagyon sokat használtam ezt a palettát. Egyébként ezt idén is vásároltam, ugyanis idén jelent meg, és hát innen is egyértelmű, hogy fogok swatcholni. A kedvenc árnyalatom az egészből a Prism árnyalat, és ez van a belső szemzugomba, bár sanszos, hogy ezt így nem látjátok, de mindjárt kiszvacsolom nektek, és akkor rájöttök, hogy milyen gyönyörűségről van szó. Ez egy ilyen duokróm árnyalat, ami ilyen lilás, kékes, zöldes, ő lenne az. Ha így tartom a kezemet, akkor ilyen türkizes, kékes, viszont ha elfordítom, hát, ezt lehet, hogy nem fogjátok látni, de alapvetően egy ilyen lilás fénye van neki, és akkor az megy át ilyen türkizesbe, de szerintem ezt nem fogom tudni átadni. Talán, ha így tartom,
Hát ugye azt az árnyalatot kell nézni, de esélytelen, hogy én ezt így kamerán keresztül átadjam. Mindenesetre ez egy nagyon szép árnyalat, és olyan nagyon szeretem. Aztán még a másik kedvencem, ez a lilás duokróm. Ez van itt a mozgószemhéjamon, ami így ki van vágva. És ez is egy csodálatos árnyalat. Ez pedig ilyen hideg kékes lilából, ilyen aranyos zöldbe megy át. És igen, olyan színű, mint a parókám, hát ehhez az árnyalathoz készült konkrétan a sminkem. Na, itt talán látszik, hogy van egy ilyen aranyos, zöldes átmenet a árnyalatunkban. Aztán mit szorsoljak még ki? Legyen az, ami az ajkamon van, az az Alchemy szín. Hát ez egy ilyen hideg, kékes, szürkés, lila. Imádom árnyalat. Gyakran használtam. És még egy utolsót. Ez is duokrom. Konkrétan majdnem az összes árnyalat ilyen duokrom, ami benne van ebbe a palettába, szóval nem aprózták el a különleges árnyalatokat. Ez pedig ilyen olajeffekt. Ilyen szürkés, kicsit barnás behajlású, ilyen arany duokrom átmenettel. Mondjuk ezt nem használtam olyan nagyon gyakran, mint a másik hármat, viszont ez is csodálatos. És tulajdonképpen kiszvacsolhatnám az egészet, mert annyira különleges. Na jó, még egyet. Csak már nem nagyon van hely, ahova szvacsolhatnék, de ezt még muszáj megmutatnom. Ez egy ilyen lilás szín. Bár mondjuk szerintem ez inkább olaj, mint ez, úgyhogy nem értem az elnevezést. Minden esetre ez sem egy piskóta árnyalat, csak ez sem fog rendesen átjönni a kamerába. Na mindegy. Ha érdekel esetleg titeket, akkor nézzetek róla olyan fotókat, meg videókat, ahol rendesen megmutatják a szép árnyalatokat, mert az én olvasatomban ez lehet, hogy nem jön át teljesen, de hogy ez a paletta csodálatos, és javaslom, mert remélhetőleg még kapható. Ennek nem néztem utána, lehet, hogy utána kellett volna, de nem olyan régi megjelenés, úgyhogy szerintem még be tudjátok szerezni a Beauty Way weboldalán, és javaslom. Nagyon javaslom. Meg igazából a videóban bemutatott összes terméket javaslom. Kivéve a Jeffrey Rouge-t, meg az Anastasia pomádét, mert az a kettő nekem annyira nem, de a többi terméket, azokat ténylegesen javaslom nektek, mert nagyon szeretem őket, és hát igen. Most megyek és megfürdök, mert úszok a szvacsokba. De előtte elköszönök tőletek. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, hogy végignéztétek ezt a videót, és hát amúgy kíváncsi vagyok a véleményetekre a termékekről, mert lehet, hogy nem csak az én kedvenceim ezek a dolgok, hanem mondjuk a ti kedvences listátokon is fenn vannak, úgyhogy ha bármelyik nálatok is bevált, vagy használtátok, van róla tapasztalatotok, akkor nyugodtan írjátok meg kommentbe. Azt is megírhatjátok, hogyha nektek az adott dolog nem vált be, mert hogy ez egy ilyen személyes preferencia, és attól még, hogy nekem bevált, és nekem a kedvences videómba bekerült, attól függetlenül lehet, hogy nektek nem, úgyhogy emiatt írjátok meg nyugodtan, mert ez nem csak nekem, hanem azok számára is nagy segítség lehet, akik olvassák a komment szekciót, úgyhogy írjátok nekem nyugodtan. Találkozunk a következő videóm alkalmával, addig is legyen szép napotok, reggeletek, délöltötök, deletek, délutánotok, estétek, éjjeletek. Én Letta voltam, sziasztok!